Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a Szent Misért elhunyt Tibor édesapa lelküdvösségéért ajánljuk fel. Hamvadó szerdán elkezdtük az áldott nagyböjti időszakot. Testvéreim, könyörögjünk Urunkhoz, Istenünkhöz, hogy áldja meg ezt a vizet, amit mindig kerességünkre való emlékezéssel akarunk magunkra hinteni. Kérjük mennyei atyánkat, segítsen kegyelmével, hogy a tőle kapott Szentlélekhez mindig hűségesek maradjunk. Mindenható örök Isten, te azt akartad, hogy az életforrásul és tisztulásunkra rendelt víz lelkünket is tisztára mossa, és az örök élet ajándékaival ékesítsem. Kérve kérünk, áld meg ezt a vizet, amiből, Urunk, a te napodon akarunk erőt meríteni. Fakaszd bennünk újból kegyelmed vízforrását, és védj meg minket által minden testi-lelki bajtól, hogy megtisztult szívvel mindig közelebb jussunk hozzád, és elnyerjük tőled üdvösségünket, Krisztus, a mi Urunk által. Hincs meg engem! Tisztítson meg minket bűneinktől a mindenható Isten, és a Szent Misa áldozat bemutatásának érdeméből tegyen minket méltóvá, hogy asztalánál ülhessünk mennyei országában. Amen. Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, add kegyelmedet, hogy a nagybőjti szent időszak évenként visszatérő gyakorlatai által egyre jobban megismerjük Krisztus életének titkait, és méltó keresztény életünkkel igazodjunk hozzá, aki veled él és szeret a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Mózes 5. könyvéből. Mózes így tanította a népet. Amikor termésed legjavából ajándékot hozol, a pap vegye ki kezedből a kosarat, s állítsa az Úr a te Istened oltára elé. Te pedig mondd az Úr a te Istened előtt. Apám vándorló arám volt, lement Egyiptomba, s ott élt idegenként,
kevesd magával, mégis nagy, erős és hatalmas néppé lett. Amikor aztán az egyiptomiak rosszul bántak velünk, sanyargattak és kemény szolgaságba vetettek minket, akkor az Úrhoz, atyáink Istenéhez kiáltottunk. S az Úr meghallgatta könyörgésünket, meglátta nyomorúságunkat, elnyomatásunkat és sanyarú sorsunkat. Az Úr erős kézzel és kinyújtott karral kivezetett minket Egyiptomból, nagy rémületet támasztva, jelek és csodák kíséretében. Erre a földre hozott, és nekünk adta ezt a tejjel, mézzel folyó országot. Íme, most hozom annak a földnek első termését, amelyet te, az Úr, nekem adtál. Ezzel hagyd ott a kosarat az Úr a te Istened színe előtt, majd borulj le az Úr a te Istened előtt. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, hogyan mondja az írás? Közel van hozzád a tanítás, ajkadon és szívedben, tudnélik a hit tanítása, amelyet hirdetünk. Ha tehát száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. A szívbeli hit ugyanis megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál. Az írás ugyanis azt mondja, senki nem vall szégyent, aki ő benne hisz. Nincs különbség zsidó meg pogány között, mert mindnyájunknak egy az Ura. Ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják. Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Ez az Isten igéje.
Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus a Szentlélektől eltelve otthagyta a Jordánt, s a lélek ösztönzésére a pusztába vonult 40 napra. Itt megkísértette a sátán. Ezekben a napokban nem evett semmit sem, de végül is megéhezett. Ekkor megszólította a sátán: ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré. De Jézus ezt felelte: írva van, nem csak kenyérrel él az ember. Erre a sátán fölvezette egy magas hegyre, s egy szempillantás alatt felvonultatta szem előtt a földkerekség minden országát. Minden hatalmat és dicsőséget neked adok, mondta, mert hisz én kaptam meg, és annak adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz előttem, az mind a tied lesz. Jézus elutasította, írva van, uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor a sátán Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára állította, és így szólt: ha Isten fia vagy, vesd le magad innét, hisz írva van, angyalainak parancsolta, hogy oltalmazzanak és kezükön hordozzanak majd, nehogy kőbe üsd a lábad. De Jézus ezt válaszolta: az is írva van, ne kísértsd uradat Istenedet. Miután a sátán ezekkel a kísértésekkel hiába próbálkozott, egy időre elhagyta Jézust. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, nem kell elbújnunk, és nem kell megijednünk. A bűnbeesés után az első ember pár elbújt, mert féltek és mezítelenek voltak. Mi is elbújunk, és nagyon sokszor félünk szembenézni a kudarcainkkal, a bűneinkkel, mert nem hiszünk abban, hogy a kísértéseink és a bűneink legyőzhetőek. Mindannyian tudjuk és érezzük. A szívünkben és az életünkben, hogy vágyunk egy bűntelen életre. Mindegyikünk szívében és az életében ott van az a paradicsomi állapot, amikor nem kellett elbújni, és nem kellett a szégyenünket takargatni. Most bújunk, és takargatjuk a szégyenünket, miközben mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy akár a pólya, akár a menyasszonyi ruha, akár a betegágy fehér színe, az mindig is fehér marad, mert a szívből jön. Mert bennünk él az a vágy, hogy tiszták és büntelenek legyünk. És nem hiába érezzük, amikor elbújunk, amikor takargatjuk a szégyenünket, hogy nem jó ez nekünk. Furcsa lenne csak annyit mondani, hogy ilyenkor nem szeretem magamat, rossz tükörben néznem, vagy haragszom magamra. Ez eddig nekünk nagyon kevés. Ha jól működik a lelkiismeretünk, mindannyian érezzük, hogy nem a bujkálásra, és nem a szégyenünk takargatására kaptunk meghívást, hanem Jézus Krisztus által arra, hogy éljünk, és életünk legyen, és az bőségben legyen. A nagybőjt arra hív meg, hogy ne bujkáljak se magam, se Isten elől. Ne takargassam szégyenemet, hanem kapaszkodjak az erős Krisztusba. Ugyanis ez az evangélium nem csak arról szól, hogy Krisztus megkísértetett,
hanem arról is, hogy legyőzte a sátán minden kísértését. Ez mindannyiunknak, akik elbukunk és küzdünk, a reménynek az evangéliuma, hogy nem csak vágyhatok arra, hogy tiszta legyek és bűn nélküli, nem csak vágyhatok arra, hogy jobb ember legyek, szentebb, hogy ne hasson meg a test kéje, az anyagi világ hatalma, az Isten megkísértése. Hanem ott él a szívemben, hogyha Krisztus legyőzte a kísértést, vele erős lehetek, és valósággá lehet az életemben, hogy szűztiszta a lelkem, és bűntelen az életem. Mert amikor a ruhámat meg kell mosnom a bárány vérében, annak fehérnek kell lennie. Ezért vágyom a fehérségre, és az ünnepi ingemen kívül, ami a létben öröm és közössége, az mindig fehér, mert belülről fakad. Amikor a pap fölveszi a fehér almát, amikor a pólya fehér, amikor a betegnek megadjuk mindent, ami megtehető, az mind fehér. Mert bennünk él annak az első nyugalomnak, békének és isteni jelenlétnek a vágya, amikor Isten megteremtette az embert, paradicsomba helyezte, a szellőként életét megérintette, és mindez jó volt. És mindannyian tudjuk, hogy egyikünknek sem jó, amikor a bűn megaláz és megkötöz bennünket. És persze, hogy bujunk, és persze, hogy takargatunk. Van is mit. Kapaszkodjunk Krisztusba. Kapaszkodjunk az erős Krisztusba, aki nem csak megkísértetett, de le is győzte a sátán minden kísértését. Az egyház és mi megkísértett és bűnös emberek ebben a 40 napos böjtben így kapaszkodunk két kézzel, szívünkkel és lelkünkkel abba az erős Krisztusba, aki által üdvösségünk adatott, és aki képes egyedül a bűnt és a halált legyőzni. Hívom tehát önöket arra, kapaszkodjunk közösen a bűntelen és erős Krisztusban, hogy le tudjuk győzni a testnek, a hatalomnak, a pénznek, a bűnöknek minden fogságát, és vele tudjunk halni, hogy életre támadjunk húsvétkor vele. Így hívom önöket, hogy kapaszkodjunk együtt a böjtben, hogy böjtöljünk közösen, vállaljunk böjtöt, amikor a test hatalmába kerít bennünket, akár a kéjjel, akár a szemmel, akár a szánkkal, akár az élvezetekkel. Kapaszkodjunk abba az erős Krisztusban, akinek teste szenvedett. Amikor böjtre hívom önöket, abba az erős Krisztusba kapaszkodjunk, hogy vele együtt szenvedjünk, hogy vele együtt részünk legyen a föltámadás dicsőségében is. Vállaljuk a böjtöket péntekenként, kenyéren és vízen, mert Krisztus nem csak megkísértetett a pusztában, de szenvedett is értünk, és amikor a keresztutat imádkozzuk, akkor vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt életre is keljünk. Hívom önöket, kapaszkodjunk böjtünkkel, testi önmegtagadásainkkal az erős Krisztusban, aki megmutatta nekünk, hogy ha bár megölték,
de harmadnapon föltámadt, és legyőzte a bűnt és a halált. Hívom önöket, kapaszkodjunk az erős Krisztusban, hogy küzdjünk a hatalom, az önmegváltás és önmegvalósítás, a pénz és minden világi hívság ellen, hogy a szegény Krisztus által váljunk igazán gazdaggá, és tudjunk úgy adni, hogy ne akarjunk kapni. Kapaszkodjunk az alamizsnálkodással, a jó cselekedetekkel abba az erős Krisztusba, aki képessé tesz bennünket arra, az ő erejével, szentségeivel, a hozzávaló imával és könyörgéssel, hogy meg tudjuk törni a sátánnak a bennünk lévő kísértését, amely a szerzésre, a vevésre és az uralkodásra hajt bennünket a bűneink által. Kapaszkodjunk abba a Krisztusba, aki kivetett lett, utolsó lett, az emberek közése számítatott Izaiás szerint, megvetett férfi volt, és mégis Isten erőssé tette, mert hitt abban az Atyában, akiben nekünk is hinnünk kell, és akitől bűneink irgalmas ítéletét kell várnunk. Kapaszkodjunk az alamizsna által az erős Krisztusba, hogy úgy tudjunk adni, ahogy Krisztus adott, hisz ő úgy hagyta ott a mennyet, hogy önmagát kiüresítette és szegényé lett, hogy mi általa legyünk gazdagokká. Hívom önöket, hogy kapaszkodjunk az erős Krisztusba, amikor ködösen imádkozzuk a fájdalmas szentolvasót a szentmisék előtt, amikor többet imádkozunk, amikor keresztutat járunk, amikor hétköznapi szentmiséket vállalunk, hogy az erős Krisztus megerősítsen bennünket gyönge embereket, akik ő nélküle nem tudjuk a kísértéseinket legyőzni. Csak akkor tudjuk uralni a sátán minden kísértését, ha az erős Krisztusba kapaszkodunk. A nagybőjti idő jelentse számunkra azt a reménységet, hogy Isten életre, örök életre hívott meg mindannyiunkat, és Isten fiúságra, örömre és boldogságra, hogyha a kísértőt le tudjuk küzdeni. A nagybőjti időszakban legyen ez az evangélium vigasztalásunk és erőnk, hogy a kísértések és a bűn legyőzhető. Nekünk kevés csak odáig eljutni, hogy Krisztus is megkísértetett. Legyőzte a kísértőt és a sátánt, és arra hív bennünket az egyház, hogy az ő erejével az imádságok, az önmegtagadás, az alamizsna, a szentségek, a gyónás és az áldozás erejével, mi az erős Krisztusba kapaszkodva ugyanezt meg tudjuk tenni. Így kívánok kegyelmekkel teli, bűntől szabadító, Krisztusba kapaszkodó nagybőjti időszakot önöknek és magamnak is. Amen. Valljuk meg hitünket, hiszek az egy Istenben. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egy szülött fiában, aki az Atyától kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lettem.
ami üdvösségünkért leszálladt a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatta keresztre feszítették, kéhalálszenvedte, eltemették. Harmadnapra föltámadott az írás szerint, fölment a mennybe, s ott ül jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és pontokat, és igen. Hiszek a Szentlélekben, Uromban és éltetőmben, aki az Atyától származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy, szent, és apostoli. Hallom az egy kereséget, a bűnök, várom a holtak föltámadását. Kérjük testvéreim, mindenható atyánkat, hogy a húsvéti előkészület szent 40 napja idején önfegyelemben éljünk, őszinte bűnbánatot tartsunk, és sok jót cselekedjünk. Add meg, Urunk, híveidnek, hogy szent igéidet felidézve utasítsák vissza a sátán minden kísértését. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg egyházat pásztorainak, hogy szívesen hozzanak meg minden áldozatot a maguk és a rájuk bizott nyáj megszentelésére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg a világ népeinek, hogy testvériesen segítsék egymást az éhség és a tudatlanság megszüntetésében. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg a betegeknek és a szenvedőknek, hogy Krisztus Urunk béketüréséből erőt merítsenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg minnyájunknak, hogy buzgó imádságos életünk, önmegtagadásaink és jótékonyságunk által elősegítsük egyházközségünk megújulását. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható Istenünk, Szent Fiad érdemeiért segíts minket, hogy a Szentlélek ösztönzésére elforduljunk a rossztól, és kegyelmedben gyarapodva készüljünk a húsvéti örömre, Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Uramunk,
Urunk Istenünk, tégy méltóvá minket az áldozati adományok felajánlására, melyekkel az áldott nagybőti időszak kezdetét ünnepeljük, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Amen. Emeljük fel szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk Atyánk, mindenhat örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Amikor 40 napon át a földi tápláléktól megtartóztatta magát, megszentelte bőtjével az önfegyelmezésnek ezt a módját. A sátán minden cselvetését legyőzve megtanított arra, hogy a romlás kovászának ellenálljunk, így méltó lélekkel ünnepeljük a húsvét szentitkát, s az örök húsvétra is eljussunk. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük, s vég nélkül énekeljük. Amen. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árad el szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörtem, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak is így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségém. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg Tibor édesapáról, akit magadhoz szólítottál ebből a világból.
Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiat által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd. Mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk szavára, és isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk a ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Hagyj békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménnyel várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőségesen jöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod a apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és szeretsz mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik elfogadják Jézus lakomára szóló meghívását, Uram. Vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. És... Thank you.
Könyörögjünk. Istenünk, te mennyei kenyérrel tápláltál minket, ettől növekszik hitünk, élet, reményünk és erősödik szeretetünk. Kérünk, taníts meg, hogy Krisztusra, az élő kenyérre éhezzünk, és élni tudjunk minden igéből, mely ajkadról származik Krisztus, a mi Urunk által. Hirdettem a kedves híveknek, hogy hétfő 18 órakor az orvosokkal találkozik a plébánián, 19 órakor a Szent József 9. imádkozására várjuk férfi testvéreinket a plébániára. Kedden a férfi imacsoport is a Szent József 9-et imádkozza. Közeleg templomunk búcsú ünnepe. Kérjük, hogy akik a lelki napra jelentkeztek, vasárnap estig szíveskedjenek a jelentkezési lapot leadni a segrestjében vagy a plébánián. Jövő vasárnap 16 órától gyóntatás lesz a templomban. A búcsú további programjait megtekinthetik honlapunkon, illetve a hirdetőtáblán és a padokon lévő szórólapokon, melyet kérünk, hogy bátran vigyenek magukkal. Nagyböjtben minden pénteken keresztúti ájtatosságot végzünk 17:30 órakor, várjuk szeretettel a testvéreket. Tartós élelmiszereket gyűjtünk a nagyböjti időben. Adományaikat a plébánián tudják leadni nyitvatartási időben. Egyházközségi kirándulást szervezünk Triestbe május 18-án szombaton. Utazási költség és belépőjegyek ára együttesen 12.000 forint. Jelentkezni a plébánián pénteki napokon lehet 14 és 17 óra között Pásztori Máriánál. Részletes program a honlapunkon és a hirdető táblán megtekinthető. Előre hirdetjük, hogy az idén is szervezünk zarándoklatot a Nemzetközi Ifjúsági Találkozóra Medjugorjéban. A rendezvénysorozat július 31-től augusztus 7-ig tart. Plébániánkon szeptember 29-én vasárnap 10 órakor lesz a bérmálás, a felkészítő elindítás a szervezés alatt van. A templomunkról készült könyv a plébánián beszerezhető. Kapaszkodjunk együtt, ami bűntelen és erős Krisztusunkban, aki nem csak kísértést szenvedett, de legyőzte a kísértő sátánt. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mondjunk áldást az Úrnak.